Már folynak a munkálatok Geberjénben, ahol két egyenként 6 szobás családi házat építenek, összesen 24 pszichiátriai beteg számára. A közös otthonokban 2-3 gondozóval laknak majd az ellátottak, akiket így vezetnek vissza az önállóság és az öngondoskodás felé. A Fülpös-Daróczi Pszichiátriai Intézményünkből 60 főt támogatott lakhatás keretében kitagolunk. Ez azt jelenti, hogy 3 településen, összesen 5 épületben, épületenként 12 fővel fogjuk ezt a támogatott lakhatást biztosítani. Ezeket az épületeket úgy kell elképzelni, hogy egy nagy alapterületű, 200 négyzetméteres alapterületű családi házak. Az 5 éves projekt összköltsége 525 millió forint, melyet teljes egészében Európai Uniós forrásból biztosítanak. A költségvetésben nem csak az 5 épület, hanem a lakók felkészítése és az önálló lakhatáshoz köthető szolgáltatásfejlesztés is szerepel. A 3 településen ugyanis munkahelyeket is teremtenek a beruházások. Az állami fenntartású intézmények minden településen, minden kis közösségben egyfajta garancia arra, hogy lesz munkahely, hiszen az állami gondoskodása velünk élő, valamilyen sérüléssel küzdő embertársunknak a gondoskodását jelenti. A másik része ezeknek az embereknek, fogyatékos pszichiátriai kórképekkel élő embereknek az életminőségének a javítása, hiszen egy nagy mamut intézményből kijönnek ide az élő közösségbe, hogy látszik az utcába, és azokkal az épp társadalmi tagokkal, az emberekkel beszélgetnek, élik a mindennapi világot. De azt gondolom fontos, hogy ilyen kis településen a gazdaság fejlődése szempontjából is, hiszen új épületek épülnek, intézmények jönnek létre, és ez a foglalkoztatás mellett a település gazdagodásának is része. A képviselő hozzátette, a pszichiátriai betegek kitagolása mellett a gyermekvédelmi intézmények kitagolása is folytatódik megyénkben, amely egy országos program része, teljes egészében Európai Uniós forrásból megvalósítva.